Juhú! Én ezt a srácot még vissza kell. Sziasztok! Ezúttal élőben jelentkezünk. Úton vagyunk Szeged felé, ahova a leírás nyújtani megyünk. Szervusz Gábor! A tudodisztérem vannak a személyek. Hát a vidéki városok nem állnak annyira jól. Úgyhogy most két kocsival lemegyünk Szegedre, és akkor személyesen fogunk kopogtatni ez a terv. És akkor most ebben a pár percben arra lenne lehetőség, hogyha van valami olyan kérdésetek, amit így direktbe föltennétek, akkor ezt most megpróbáljuk megválaszolni. Meg közben egy telefonon nézzük, hogy miket írogattok be, de azért egy pár szóval akkor összefoglaljuk, hogy hol tartunk ezzel az aláírás gyűjtéssel, Suzi. Te az irodában voltál végig, koordináltad az operációt. És csodálkozva látom, hogy létezik a világ. Érdekes, nem, hogy leesett a hó. Vannak emberek, autóznak. Szerintem mindenki aláírást gyűjt. Az egész világban. Nekem nem. Úgy tűnik, folyamatosan meg tudom mutatni a hívás listának. Megmutassam, elég látványos, csak mennyi bélet tudtok. Hát szóval ez így egy nap, ez még nincs, ez még csak pár óra. Tehát egy ilyen 2-300, ez még csak 12 óra. Most a délelőttnél, aha, így ennyi volt egy nap. Szóval, hogy ha foglalt a központ, akkor annak az az oka. Hogy állunk? Rengeteget gyűjtenek továbbra is, tehát azt hiszem, hogy a magyarok egyelőbben bírják a fagyot, sőt, egyesek 5-6 órákat is vállalnak, úgyhogy van egy ilyen terminátor réteg a kutyapárk passzivistái között, rájuk majd a saftökörmenyétek hadseregébe is számítunk, tehát valószínűleg ők a későbbiekben oda lesznek beosztva. Mi én úgy látom most, hogy nem fogjuk abba hagyni. Az aláírásgyűjtést egész jól állunk, Budapesten is, de azért, hogyha a pultot láttok, akkor főként kecskemétiek, szegediek, pécsiek, debreceniek, nyíregyháziak és miskolciak, győriek és szombathelyek, rumanjátok meg és légy szíves. Budapesten is a vidéknek, egész héten. Hol vannak standok, mert gyakran nem találni a standokat. Ma a Kávinon lesz stand, az nagyon-nagyon jól megy, van Budán, a Batyányin, a Margit híd Budai hídfőnél, most az Árpád hídet is elkezdjük nyomatni délutántól, akkor hol vagyunk még Csepeltől kezdve, rengeteg van, vagy 10-valahány stand ma is, különböző időpontokban, de mondom, tehát szerintem nem fogjuk abba hagyni, több száz ember gyűjt nekünk, rákattantak az emberek, hívogattak vissza. De úgy érted, hogy március 5-e után is folytatni így van, tehát hiába van meg az 500 vagy 700 aláírás. Én például kitűztem a 39.764-et, amit szerintem ilyen augusztus közepére simán tudunk teljesíteni. Amúgy a Fidesz is ezt csinálta, hogy nekik az első 5 percben összegyűlt itt 10-szer annyit. És ők sem hagyták abba. Nem lehet, az ember egyszer elkezd gyűjteni, csodálatos élmény, szerintem folyamatosan csörögni fog a telefon, hogy jönnénk még. Az a tapasztalat, hogy aki már egyszer gyűjtött így nekünk, azután a felhív és beosztatja magát egész hétre, úgyhogy ez képtelenség abba hagyni vasárnap. Nem is politizálni szeretnék, vagy a parlamentben, hanem mi eleve aláírás gyűjteni szeretünk. Szeretünk. Tehát ez jön be nekünk, hogy a mínusz 10 fokba kint húgolni a talpunkat a hidegben, ilyen reménytelen helyzetekben. És lehet közben matricázni és plakátolni legálisan, ami egy kicsit unalmasabbá tesz, hogy ezt csináljuk. Ezt mi jobb szeretünk úgy, amikor még nem volt szabad. Igen, de hogy látom, a mások is, mert így legálisan a többi párt senki nem plakátol. Mi is itt ritkásabban, meg főként ugye gyűjtünk, de azért a főtereken, meg az utcákon mi lehet megidő nagyjából a mi plakátjaink vannak, legalábbis szemmagasságban, így magasabb helyeken vannak hivatalosan. Milyen a hangulat a standokon? Meséljük, kérlek. És mutatkozz be. Sziasztok, Ági vagyok. Aláírás gyűjtő is. Elit csapat. Gyertek mindenhova aláírás gyűjteni. Nagyon sok pultnál vannak zenészek, önkéntesek, akik aluljáróban egyelőre ugye a rossz idő miatt próbálták, illetve teremtettek is jó hangulatot. Aha. Ugye így az emberek még inkább mosolyogva jöttek volna, de az a benyomásom, hogy szeretettel jönnek oda, és már úgy jönnek oda, jaj, de jó, hogy aláírod kutyapártnak. Szóval abszolút hálás meló, úgymond, mert úgy mész oda, hogy segítesz, és úgy jössz ki, úgymond, hogy de jó volt tényleg, mert az emberek örülnek,
nincs nagyon sok kérdésük, illetve hogy mit csinálunk, tehát már ismernek ugye minket, és tényleg azért jönnek, hogy titeket választunk ki mást. Szóval jó a hangulat. Tehát úgy érzed, hogy több szeretetet kaptál, vagy tudtál adni esetleg, mint egy rivális ellenzéki választokat? Persze, nálunk volt hangulat is, ugye ennél fogva, mert nem bérencek vagyunk, diák bérencek, hanem tényleg mi akarunk menni aláírás gyűjteni, mert ez nagy különbség. És te abba fogod tudni hagyni, mert nem hiszem, totál rákattak. Tehát egy ilyen heti pár nap azért beosztatlak tovább. Légy szíves. Még lenne egy fontos kérdés, ami szerintem sokakat foglalkoztat, és most nem a hivatalos párt álláspontot mondjuk, hanem mi is így menet közben gondolkodunk rajta hangosan, élőben a Facebookon, hogy mi történik abban az abszurd esetben vajon, ha netán mégis összeáll az ellenzéki összefogás, tehát a szélső jobboldali pártok, a mérsékelt kapitalista baloldali pártokkal, meg nem tudom, akár régi miniszterelnökökkel összefogva együtt, másképp, mégis ugyanúgy, ha ez összejön, mert akkor ugye mi arra gondoltunk, hogy ez valószínűleg nem fog összejönni, de most itt vannak elrontaló jelek, hogy mi leszünk az ünneprontól. Tehát már érezzük a standokon, hogy minket akarnak az emberek, de azért azt is akarják, hogy ne legyen ez a rendszer, ami most van. És hogy... Hát más erre a válasz, hogyha középrövid, és más, igen, hogyha középhosszú távon gondolkodunk, úgyhogy is. Tehát ez mit jelent, hogy rövid távon ugye, ha most mégis az van, hogy le lehetne váltani esetleg a kormányzó pártot, akkor úgy a pártnaktól igazán bunkóság lenne, hogyha mi a közös ellenzéki jelölt, ahol már tényleg a zsidók és a nácik is már összeálltak, de a kutyapárt az nem. De szerintem tudják a többi párt, hogy mi vagyunk? Igen, ez egyébként valahogy a többi ellenzéki párt nem annyira, csak akkor keres meg minket, amikor segíteni kell az aláírás gyűjtésben, vagy promócióban, de ezekre a megbeszéléseikre nem írnak el minket. Összefogunk egyébként az utcákon, hiszen ugye mi voltunk azok, akik először mertünk gondoskodni a passzivistáinkról, hogy ne ázzanak, felzenek a hóesésben, és ilyen nyomorúságrakat építettünk, és ott összefogtunk, mert beengedtük a jobbikosokat is, az LMP-seket is, és az együtteseket is a sátrainkban. Igen. Jó, de ez nem ugyanaz, mint hogy a pártvezetés stratégiai szövetséget költ, hanem ez csak a... Nem vagyok benne biztos, hogy ismernek minket. Igen, ez furcsa. Ugye, de ugye van, lesz egy közös ország mozgalom, amit mi úgy hívunk, hogy majdnem közös ország, de ez azért van, mert mi majdnem benne lettünk abban a kutatásban, amiben majd fölmérik, hogy kik az esélyesek jelöltek, de végül aztán nem lettünk benne. Tehát itt 5 perc múlva ki fognak jönni ilyen komoly kutatások arról, hogy a kutyapártnak nincs esélye, de ez úgy lesz, hogy ez igazából rajta sem volt a kérdőnyével, tehát ilyen szempontból is... Szerintem ezért nem nekünk kell gondolkodnunk, hanem legyen. Hogy mi legyen velünk? Hát mi legyen az ő összefogásunk. Igen, de ha mondjuk sikerül, akkor mi a végül majd hajlandóak leszünk tárgyalni velük, vagy... Hát ingyen, sőt, nagyon szívesen is szól szerintem bárkivel, ez probléma. Örökké és szívesen élünk másokkal együtt ebben az országban, nem egyáltalán nem szabadnak más pártoknak a híveit, tök jó, hogyha több pártrendszer lehet, akkor legyen is több párt. Van olyan párt, ami a könyvében engem például szabadnak, de ez is ez. Igen. Tehát ott már az egyénekről beszélünk. Hát szerintem tök jól el fogunk férni az országban továbbra, és fagyizunk majd. Na jó, hát ezt még nyitva adjuk ezt a kérdést egyelőre. Azért is vagyunk kénytelenek nyitva adni, mert amíg nincs meg, hogy az aláírás gyűjtés semmi van, addig mindenki csak dumál igazából. Meg igazából mi most a Fidesz-szel próbálunk összefogni. Tehát igen, azzal, hogy a békemenetet megcsináljuk, igen, ismét, azzal megint csak kifejezzük azt, ami bennünk van régóta, hogy mi egyetértünk a kormány irányába. Március 15-én kutyapártos békemenet. És most megpróbáljuk, tehát, hogy az előző békemenetben az kormány Oroszország barát politikája mellett álltunk ki, és követeltük, hogy az még elmélyültebb orosz kapcsolatokat, és a célunkat el is értük, már értük az új erőmű, meg minden. Így van, és hát az oktatás. Hadat üzentünk Brüsszelnek, lassan lesz újra iskolatöpeny, például ezt nagyon várjuk. Viszont most más dolog miatt állunk ki a március 15-i békemenetben, hogy ne legyen többé választás. Az emberek tudják, mit szeretnének, a jelenlegi kormányt szeretnék. Igen, mert az is látszik, hogy ez
nézd, most még 1000 évig úgyis a Fidesz lesz, és ha kiszámolod, hogy 1000 év alatt ezt négyel kell elosztani, valaki számolja, Pilinci. Minden 4 évben elkölteni ezt a sok pénzt a választásokra, fölöslegesen, mert úgyis a Fidesz nyer. Miért nem építünk stadionokat mondjuk abból a pénzből, vagy lélegeztetőgépet, vagy akár... Utakat, bármit, bizony, tehát hogy mindenféle dolgokért meg kellene fizetni az emberek. Vagy még több békemenetet lehetne szervezni abból a pénzből. Így van, kopogtatókat. Tehát, hogy mi tényleg azt gondoljuk, hogy nekünk ez a feladatunk most. Miért is fontos ez, hogy legyen két békemenet? Azért fontos, mert azt gondoljuk, hogy a béke nem pusztán minőségi kérdés, hanem mennyiség is. És nagyon jó, hogy győztes menetekben venni részt. Ilyen.